Szeretném, ha minden jól menne. Szeretném ezt rendbe hozni. Sikerülni fog. Csak adj időt. Hunyd le a szemed. Aludj egy kicsit. Jó estét, biztos urak. Jó estét. Két még bevisznek, ide vele. Oda csinált. Úgy imádom az egyenruhásokat. Hé, további jó munkát, fiúk! Láttad ezt, totál estírölt? Dilis vagy, miért viselkedsz ilyen furin? A városi fények teszik. Meg a minibár tartalma. Ó, köszi, hogy eszembe juttattad. Kérsz egy italt? Nem, köszönöm. Neked is innod kéne? Nem kérek. Egy harit. Ó, két, ez undorító. Hogy vagy képes ezt felszabálni? Benne van az öt legfontosabb tápanyag. Benne van a kenyér, meg a mártás, meg a kolbász. Igen, és benne van a szalmonella. Isteni, köszi. Nos, hozd rendbe magad, mert az új rúzsod elkenődött. Az új rúzstól lesz a szám a legszexisebb ajak a világon. Bizony. Remek. Én mögöttünk a sor vége. Ahó, hozzátok beszélek. Hé! Ups. Bocsász. Ne is törjük velük. Ugye szándékosan csináltad. Na és? Hé! Hozzám ne érj! Nyugni, nem kéne szállni. Te szemét! Mindjárt rókázok. Jodi, mi a bajod? Siess! Halljam, mi a csoda ütött beléd? Leüdösödtek, eltaposták a rúzsodat, nem nézhetem tétlenül. Persze, mert tök hülyék. Csak hogy ez nem van rád. Egész nap furán viselkedsz, mi baj van? Nincs semmi bajom. Időnként nekem is jogom van bepöccenni. Ez igaz. Sajnálom. Két, mi a baj? Nincs semmi baj. Hazudtam. A kórházban az a folt, az rák, melanómám van. Mennyire súlyos? Holnap le fogják szedni. Ó, törpi, miért nem mondtad? Nem tudom. Ha hangosan kimondom, valóságnak tűnik. És nem akarom, hogy igaz legyen, Jodi. És csak azt szeretném, ha elmúlna. Megértem. Ez nem része az öt éves tervemnek. Jodi! Elmondtad a családodnak? Nem. Miért nem? Nem megy. Két, ők a családod, joguk van tudni. Mondja egy lány, aki nem áll szóba az anyjával. Nem kérek segítséget, és nem akarom, hogy így legyen. Persze, hogy nem. Emlékszel, amikor a suliban mirigylázam volt? Igen. Hónapokig hiányoztam. A szüleim és a nagyszüleim csak körülöttem ugráltak. A suliba visszatérve meg a híres beteglány lettem. Megesküdtem magamnak, hogy soha többé nem akarok így járni, nem leszek gyenge. Nagyon helyes. Ugyanis gyorsan átvészeled. Thank you.
Szia! Jól néz ki. Anik, korán fölkeltél. Igen, nem tudtam aludni. Ebben szívtam az első cigimet. Alex jól letüdőztette velem. Remélem nem baj, hogy elhoztuk. De hogy is örülök, hogy valaki hasznát veszi végre. Moira! Az álom, amit rólam láttatok a kórházban. És a ventilátor. Tess álmodta. Nekem csak vízióm támadt, amikor hozzáértem a holmithoz. Értem. Volt még más is. A reptérről. Sajnos nem. Nagyon sajnálom, nincs semmi. Nick, ha emléked van róla, és elő akarod hívni, a válasz úgy is beugrik, amikor a legkevésbé várod. Helyi érzéstelenítés lesz. Nem tart sokáig. Értem. Kép Manfredi, ön következik. Igen. Pöpecül fog menni. Tudom. Ó, ezt addig... Megfogom. Kösz. Mondtam, hogy nem lesz semmi baj. Várlak. Meglátja, meg fog gyógyulni. Jody, most már bemehet. Értem. A második ajtó balra. Köszönöm. Halljuk, tehát eltávolították a rákot? Úgy nagyjából 2 milliméteres volt. Szerencsére a bőr felső rétegében. Ez jót jelent? Ó, határozottan. Így kevésbé valószínű, hogy kiújul. Szinte teljesen biztos, hogy megszabadult tőle. Tényleg? Egy hónap múlva vissza kell jönnie laborvizsgálatra és mellkasröntgenre. Majd 3 havonta felülvizsgálatra. Ilyen sűrűn? Igen, nem árt. De egyenlőre jól van. Már is megbeszéljük az időpontokat. Köszönöm szépen. Szívesen. Látod? Fölöslegesen aggódtál. Köszönöm, hogy mellettem voltál. Szívesen. Nos, megint lehetek a legjobb barátod? Ó, igen. Már csak egyetlen kérésem lenne. De nekem ez nagyon fontos.